A negyedévszázados fennállása Jankovits Hidraulika Kft. Számára is jelentős és meghatározó mérföldkő, így az idei év is a nagyszabású beruházások, valamint a szakmai rendezvények jegyében telik. A céget a szüleim alapították, az édesapámmal ketten vagyunk jelenleg a cégnek az ügyvezetője. Természetesen egy 25 év az elég komoly mérföldkő. Ennek érdekében, illetve az évforduló miatt több nagyobb szabású eseményt is tervezünk, egy ünnepi gálát, illetve több szakmai napot a partnereknek, a cég dolgozóinak pedig egy családi napot, tehát tulajdonképpen az egész évet átszövik ezek az ünnepi események. A cég sikereit hűen tükrözik a számok, hiszen az elmúlt esztendőkben évről évre 10-15%-kal nőtt az árbevétel. A Jankovits Hidraulika megrendeléseinek száma is jelentősen emelkedett, így indokoltá vált az irodák bővítése is, amelynek során a 320 négyzetméteres irodaépület kapott egy újabb, 160 négyzetméteres szintet. Magas hozzáadott értékű mérnöki munkára kell készülni, ugye azok az egyedi projektek, amiket csinálunk, ezt leginkább ezt követelik meg. Tervezők, projektmérnökök, villamos szakemberek, mérnökök, ahogy említettem, őket kellett fölvegyük, és hát természetesen nekik szükségük van irodahelyiségre, illetve számítógépes munkahelyekre, ezért volt elengedhetetlenül szükséges ez a bővítés, illetve szerettünk volna az ügyfeleknek, illetve a cég dolgozóinak egy olyan konferenciatermet biztosítani, ami minden igényt kielégít, ez került még ezen az új szinten kialakításra. A fejlesztések folyamatosak, idén a meglévő telephelyen mintegy 500 millió forintból építenek új üzemcsarnokot a hozzátartozó irodaépülettel. A folyamatos fejlődés eredményeképp most értünk el oda, hogy a csarnokunkat is lassan kinőjük, de a nagyobb projektekhez nagyobb helyre van szükség, illetve a mérnöki munkahelyekre is újabb szükség van. Ezért elhatároztuk, hogy egy újabb háromszintes irodaépületet is, illetve csarnokot építünk. A csarnok az egy 800 négyzetméteres csarnok lesz, az irodaépület pedig egy 320 négyzetméteres irodaépület. Ez azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 5 évre biztosítja a cégünknek a helyigényét. A beruházás pedig az új szakembereknek is megfelelő munkakörülményeket biztosít a jövőben. Az új üzemcsarnok építéséhez gépberuházás is kapcsolódik, mintegy 200 millió forint értékben, amelynek közel felét uniós forrásból finanszírozzák.